Vizes, salétromos falak, leváló vakolat látványa fogadja a Sátoralja újhelyi görögkatolikus templom látogatóit. A Magyar Templom felújítási program keretében megítélt támogatással lehetősége nyílik az egyháznak a probléma megoldására. Tavaly októberben, még Damjan Amics főesperes atya parókussága idején adott be a egyházközség egy felújítási pályázatot, ugye a vidéki egyházi örökségvédelmi pályázatot, és ennek keretében nyert az egyházközség egy 15 millió forintos keretösszeget a Bethlen Gábor alapítványtól, és ennek a segítségével tervezzük a Sátoralja újhelyi görögkatolikus templom vizesedésének a megoldását tulajdonképpen, mert az egész templomban is látszik a falakon, hogy ugye salétromosodik, tehát vizesednek a falak, ez kívül belül is látható, és ezt szeretnénk egy vízelvezetési rendszerrel, tehát dörkenlemezzel, dréncsövezéssel elvezetni a vizet a templomtól, hogy ne amortizálódjon tovább. Az egyházközség bízik benne, hogy a megítélt keretösszeg elegendő lesz a kivitelezési munkálatokra. A jövőben több tervük is van a templom rendbetételére. Hát ha már a vizesedés elmúlik, akkor ugye a homlokzatot is azért jó lenne utána majd rendbetenni, belül is szintén a festést. Télen kicsit fáznak a hívek, úgy, mert sajnos a padfűtés sincs még megoldva a templomba, tehát az is lehetne egy, vagyis hát az is fel van írva a listára. Igazából nagyjából ennyi híja lenne, és akkor tényleg azt mondanánk, hogy rendben van a templom. Egyrészt az enyhítéseknek köszönhetően, másrészt annak, hogy egyre több templomba járó hívő is megkapja a védőoltást, többen érzik magukat biztonságban, és jönnek el a szertartásokra, mondta el Martinek Zsolt, görögkatolikus parókiai kormányzó.